Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Jöjj, miért nem tudsz kodnégyezni? Című történet. Igaz ez leginkább a remastered változatra, mert az eredeti kód 4 és ez, akár mennyire szeretnénk, különböznek. Hozza a régi feelinget, a kód 4 remastered, de mégis van egy játék stílusbéli különbség, amit akkor éltünk meg, és amit most élünk meg. És ez a játékstílusbeli különbség egy régi veterán, mondjuk mint én, hogy én is így jártam, igen-igen meglephet, és gyakorlatilag meg kellett tanuljam, hogy hogyan érhetem el azt, hogy újra ki tudjam magamba hozni azt a rásolást, esetleg azt a játékélményt, a kill számot, és a többi, mert hogy mi volt régen, ugye? Régen voltak szerverek, volt hardcore mód, leginkább a legtöbb szervere hardcore mód volt, szabályok voltak, nem Campus, nem GL, nem Juggernaut, nem MD, nem Last Stand, és mindenki rásolt, és emiatt, és főleg a hardcore mód miatt, és itt jön a lényeg, ugye a hardcore mód miatt valamiért ugye olyan fegyvert és olyan összeállítást választottál, aminek egy jól esett, mert mindegy volt, mert ha jól tudtál lőni, és ez volt minden, ha jól tudtál lőni, akkor ledarált az egész pályát, de ugye ebben a COD 4-ben, mivel hogy az eredetire alapoz, ebben a COD 4-ben, a remasterben a hardcore mód egy kalapszar. Azért egy kalapszar, mert hogy rettenetesen kempelős, de azzal még nem is lenne gáz, hanem a várakozási idő a két spawn között. A várakozási idő sokszor 8-10 másodperc is lehet, és annyira visszafogja a játékot, a játékmenetet, hogy teljesen elrontja. Hogyha nem lenne spawn idő, akkor tök jó lehet, tényleg egy tök jó pörgős játék lenne, de a hardcore mód ebben szar, ezért az ember kénytelen elmenni sima módra, és sima módra van egy olyan dolog, ugye, hogy radar. Amint lősz a radaron, azonnal meglátsz. Ha valaki behív, meglátszol. Ha behívnak egy radart, akkor vége van. Hardcore módban fel tudtál készülni erre, hogy behívnak egy radart, úgyhogy te is behívtál egy radart, és mivel szerverek voltak, ezért nem csak 12-en voltak egy szerveren, hanem többen voltak egy szerveren, ezért nem kellett olyan, hogyha az ellenfél radart hívott be, például nem kellett olyan nagy területen mozog, inkább beálltál egy kicsit védekezőbbre, megvártad, míg elmegy az ellenfélnek a radarja, és utána mozogtál tovább, de itt sima módban, mivel csak 12-en vagytok ebbe a COD 4-be, kénytelen vagy tovább rásolni, gyakorlatilag tovább menni, és esetleg, hogy az ellenfél radart hív be útközben, és te már éppen beérnél az ellenfél háta mögé, ott már véget ér a killstreak sorozatod, és nem biztos, hogy eléred a célodat. Nem csak azért van ez azért is van, mert hogy ebben a COD 4 remasteredben rettentő módon le vannak lassulva az emberek, a régi kodosok is főképp, és az újak meg most tanulják ugye a különböző módszeret, de a régi kodosok, akik mindig ezt a sima módot játszották, nem a hardcore, le vannak lassulva, kivárósabbak, türelmesebbek, megbújósabbak, és ugye nem csak te tudsz lőni, ők is tudnak lőni, és ezeknek a módszereknek köszönhetően gyakorlatilag egy olyan játékos, mondjuk mint én, aki nem bír megmaradni egy másodpercre sem nyugton, nagyon nagy veszélyt jelentenek. És erre gyakorlatilag azért van megoldás, hogy ha ilyen játékos vagy, ha ez a stílus játékos vagy, aki a régi hardcore szervereket kedvelte, a szabályzataikkal, meg minden, és egy folyamatos körkörös mozgás volt, és dara, és minden, és hardcore, főleg ugye könnyebben haltak az ellenfelek, akkor erre van egy módszer azért, hogy visszahoz csak ezt a rush feelinget, hogy tudj mozogni ebben a rush feelingben, és ajánlom szeretettel amúgy a hangtompítót és az UAV jammert. Az UAV jammer tehát egyszerűen szabaddá fogja tenni azt, hogy úgy mozogja pályán, ahogy régen mozogtál azokon a hardcore szervereken gyakorlatilag, és jó, tudom, stopping power sokkal jobb, anyám kínja, elveszi a stopping power elől a izét, de mivel, hogy megengedett magadnak azt, hogy úgy rásolj, mint régen rásoltál a COD 4-ben, hogy ilyen stílusú játékos vagy, akkor egy UAV Jammer nevű perk és egy Deep Impact nevű perk a harmadik slotba az nagyon nagy csodákat tud tenni a
komoly rásolós játék, azokkal a játékosoknak, akik nem tudnak egy percre sem megállni, és úgy élvezik a játékot, hogy egy folyamatos mozgás van, nem pedig úgy, hogy lősz egyet, meglátsz a radaron, és már rögtön hárman néznek feléd, és kikempelnek, vagy mennél az ellenfél háta mögé, lősz egyet, és akkor valaki már megbújik egy sarokba, és arra vár, hogy beérje arra az útvonalra, és kilőnek. Szóval, ha nem szereted ezt a fajtát, ez egy jó módszer rá, egy UAV Jammer nevű perk, és egy jó kis fegyver hangtompítóval mész, és ledarálsz mindenkit, aki az utadba akad. Nem feltétlenül lehet minden pályán ezt eljátszani, vannak pályák, amik adnak lehetőséget arra, hogy mozogjál hangtompító és UAV Jammer nélkül is. Fogunk beszélgetni perk összeállításokról a következő videóban, de ez csak egy tipp. Srácok, hogy egy kicsit úgy visszajön az a régi élmény, hogyha egy neten csodálkoztál volna, hogy mitől nem ugyanaz a kód, mint ami régen volt, akkor így lehetséges, hogy visszahozd azt a bizonyos régi élményt. Ennyi lett volna ez a videó. Hamarosan elindul a sorozattól, amiben egy ilyen rásolási módszereket fogok bemutatni minden pályára, hogyha én hogyan szoktam végigrásolni rajta, mire figyelek, hol dobok gránátot, a spawn rendszer megfordulása minden pályára testre szabva, hogy szoktam csinálni, és hogy következtetek dolgokra. De most ennyi lett volna, hamarosan elindul az a csatornát, úgyhogy iratkozz fel a csatornámra, vagy ugorjál a Facebook oldalamra, csekkold le azt is. Következő videóig, sziasztok!